Az Alimentának a Neukirchen elleni mérkőzése volt a bemutatkozása a női BL-ben. Az Újvidék együttes hazai pályán 6-2-re nyert. Már az első blokkban Ljubenkovics és Jókovics két pontos előnyt szerzett csapatának, majd a másodikban a fiatal Relota és Csikós álltak pályára az Alimenta színeiben. Csikósnak sikerült hoznia a mérkőzését, míg Relota szoros küzdelemben maradt alul Fiona Steinerrel szemben. Az utolsó blokkban a hazai együttes két legjobbja, a válogatottak Lukács Hermina és Jasmin Angelkovics ragadott golyót. Angelkovicsnak nem ment a játék, így nem tudott mit kezdeni Éva Szajko ellen, aki végül az osztrák együttes legjobb játékosa volt 609 fával. Nem lehetünk elégedettek, mivel kikaptunk, de azért mégsem menthetetlen a helyzet, hiszen le lehet dolgozni ezt a hátrányt hazai pályán, ahol az utolsó pillanatig küzdeni fogunk. A hazai csapatban és az egész mérkőzésen Lukács Hermina volt a legeredményesebb 619 fával. Az első dobásom nagyon kiesett a kezemből, és féltem, hogy nehogy ettől az első dobásból kezdve elcsúszódjon az egész játékom. De sikerült rögtön a második dobástól beindulnom, tehát én nem az első dobástól, hanem a második dobástól kezdtem el a meccset. Itt visszahoztam a játékomat. Az Alimenta és a Neunkirchen két hét múlva Ausztriában játssza a visszavágót. A győztes csapat a negyed döntőben a német Viktoria Bamberg ellen játszik majd. A magyarországi Rákoshegy női csapata a Podbrezova vendégeként 7-1-es vereséget szenvedett.